Míg az egyik kontinens a szárazság és a hőség miatt szenved, a világ másik felén árhullámok és földcsuszamlások, illetve tornádók is pusztítanak. Ezek a szélsőségek pedig egyre több halálos áldozatot követelnek, miközben nem csak az embereket viseli meg a változó klíma, hanem az állatok is tömegével pusztulnak. Hazánkat ez most csak kismértékben érinti, de lássuk, hogy mi a helyzet a nagyvilágban. Több mint két hétig tartósan 40 és 45 Celsius fok közötti hőmérséklet sújtotta Mexikót. A szokatlanul nagy hőséget pedig mind az állatok, mind az emberek nehezen viselik. A hőség nagyon magas. Más évekhez képest sokkal erősebbnek érzem. Az általam alkalmazott óvintézkedések közé tartozik a több folyadékbevitel, a hőségtől függő könnyű ruházat és a napvédő használata, amiket korábban nem szerettem. India északi részén pedig már a 100 főt is meghaladta a hőhullám halálos áldozatainak száma. Az elmúlt napokban legalább 400 beteget vittek be a körzeti kórházba. Lázra, légszomira és más egészségügyi komplikációkra panaszkodtak a hőguta miatt. Anglia egyik legcsapadékosabb területén, a tóvidéken található Derwent folyó pedig szinte teljesen kiszáradt, ami a katasztrófa szélére sodorta a folyó élővilágát. Dél-Brazíliában pedig a heves esőzések okoztak földcsuszamlásokat. Az eddigi adatok alapján 13 ember halálát követelte, több embert pedig továbbra is eltűntként tartanak számon. Az ország déli és középső részét sújtó heves szélviharok és özönvízszerű esőzések miatt több tucatnyi települést pusztult el, és több ezer embert evakuáltak. A szélsőséges időjárás útlezárásokat, járattörléseket és az iskolai órák felfüggesztését is okozta. Mintegy 250 ezer háztartás maradt áram nélkül, és több mint 1000 szarvasmarha pusztult el az alacsony hőmérséklet miatt. Ha egy történelmi vonalat követünk, azt mondanám, hogy minden tél egyre hidegebbé válik, a nyarunk pedig még melegebbé. Ugyancsak Dél-Amerikában, Bolíviában pedig fagy és hó lepte be a bortermelő régiókat, és a szójában gazdag területek is fagykárt szenvedtek. Ehhez a szélsőséges időjáráshoz jöttek még az elmúlt napokban a heves esőzések és áradások is, amelyeknek már halálos áldozata is van. Észak-Amerikában a texasi Perrytonon tornádó söpört át, több tucat lerombolt házat és törmelékhalmokat hagyva maga után. A heves szélvihar legalább 4 ember halálát okozta. Az időjárás a méheket sem kíméli. A jemeni méhészek óriási kihívásokkal néznek szembe az éghajlatváltozás és a tűzifának szánt túlzott fakitermelés miatt. A méhészet Jemenben 100 000 család megélhetését biztosítja, amely most veszélyben forog, nem beszélve a kieső exportról. Az éghajlatváltozás általában a világon, különösen a jemeni méhészeti ágazatban nagy hatással van ránk, főként az esőzések és a hőmérséklet tekintetében. Ami az esőt illeti, ha a szezonon kívüli időszakban esik az eső, amikor a fák virágoznak, akkor a virágok lehullanak, és a méhek nem találnak semmi táplálékot. Ez nagy mértékben befolyásolta a jemeni méztermelést. Az időjárási viszonyok egyre szélsőségesebb megnyilvánulása a világgazdaságra is negatív hatással van. Az emberiség pedig egyelőre befolyásolni nem, csupán elviselni tudja a változó világot.